jump have a ride. Drop the beat next to face while you looking at me. Flying, 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 flying to the sky. A dalaimra kapok jobb visszajelzést, mint énekileg. Énekileg folyamatosan tanultam énekelni, és nagyon jó énektanárom volt, de én azt gondolom, hogy nekem inkább a dalaim jobbak, meg ezt a visszajelzést is kapom gyakorlatilag általában a tehetségkutatókon is. In my spaceship, I'm an alien tonight. Nekem nem sikerült nagyon jól ez az X-faktoros, az este nem sikerült nekem túl jól, nem éreztem jól magam egyébként. Egyrészt szédültem, meg minden problémám volt, de én pont, hogy jobb lett volna, ha egy saját dallal mentem volna. Az egy hibám, hogy nem azt választottam, mert eleve például a Closernek eleve a dallamvilága már az egyedi, és az jobban megkapta volna a közönséget szerintem, mint egy választott dal. Van valamilyen reklám, vagy valamilyen hülyeség, hogy énekel bent a stúdióban a lány, ezt te szoktad példának felhozni, és akkor a hangmérnök meg kint javítja fölfelé a hangját mindenféle eszközökkel. Gondolom nálad is ezt nagyon keményen meg kellett tenni, mert nagyon rossz. Hát, hogy úgy mondom, mire rossz volt? Nagyon rosszul énekelsz. Inkább kiragadottan egy vagy kettő mentornak a beszólása nem tetszett nekem. Próbáltam megvédeni magamat. Ugye annak idején, amikor felvettük a lemezeket, azért nem arról szólt az egész, hogy nekem folyamatosan feltuningolni a hangomat. Tehát azért annyit le tudok énekelni, ahogy az én dalaimhoz az megfelelő legyen. Direkt úgy írom a dalokat, hogy nekem az megfelelő legyen. És ezt próbáltam elmondani, de nem sikerült sajnos. Nekem inkább egy dalverseny lett volna, ami egy picit jobban passzolt volna hozzám, vagy esetleg a bandával egy fellépés közösen. Haragszol egyébként a mentorokra, mert ott eléggé hevesen azért... Nem, magamra haragszom, hogy miért nem tudtam ügyesebben lekezelni ezt a dolgot, vagy profibban. Nem fordult elő még az életemben ilyen, hogy veszekedés lett volna egy helyen, vagy fellépésen, tehát nekem is életemben első volt. Neki nem hiszel, akkor nekem higgyél. Ez szar volt. Ez az éneklés? Ez az éneklés? Harcos típus vagyok. Nem vagyok gitártörő, de harcos típus vagyok. Azért jutottam odáig, ahova eljutottam. Tehát, hogyha mindenre úgy reagáltam volna, hogy igen, igazatok van, jól van, ne csináljuk ezt, akkor nem lennék sehol. Akkor most megmutatnám, hogy mit tudok. You keep saying me that I lost you, 'cause I live my life the way I do. You think I'm the one who broke it, I'm the worst guy on the planet. But now you have to know the truth, that's my time to say the news. I'm not the only to be blamed, don't tell me to change. Don't tell me what to do, don't tell me what to say, 'cause I don't care about it. Don't tell me who I am, don't tell me what I've lost, 'cause I don't care about it. Egy mondat. Mennyi csaja haza magadnak? Az álmom az lett volna, hogy Angliába kiadjam a következő lemezemet, és egy nagy durranást csináljak belőle. Az lett volna az álom, ami mondjuk nem sikerült nyilvánvalóan. Most meg nem tudom, hogyha esetleg persze előbb-utóbb az ember csinálna egy-kettő fellépést, de akkor már inkább egy ilyen hosszabb, nagyobbat. Úgyhogy most így még egyre keresem magamat, mert ezért egy éve jöttem haza, tehát ugye dolgozom is amellett. Úgyhogy én ilyen szépen lassan, mint a csiga, most szövegetem a dolgaimat.